A 18. Vajdasági Tudományos Továbbképző Konferenciát a Magyar Egészségügyi Társaság és annak vajdasági tagozata hívta életre. A Magyar Egészségügyi Társaságnak története van, 20 éve alakult, az Kárpát-medencébe élő és dolgozó egészségügyi szakdolgozókat, orvosokat, gyógyszerészeket, fogorvosokat és szakdolgozókat foglalja magába. Minden évben van egy konferencia, amit a határon túl rendezünk meg, amit itt délvidéken rendezünk, azt igyekszünk mindig más városba rendezni. Az idejének a témája a vastagbélrák megelőzése, korai felfedezése és gyógyítása, ami az egész Kárpát-medencében népegészségügyi probléma, úgyhogy mindannyiunknak ez a kérdéssel sokkal többet kellene foglalkozni, mint amennyit eddig vagy manapság foglalkozunk. A tudományos programban neves előadók dr. Hajnal Ferenc, dr. Tóth Barna Elvira, dr. Wittmann Tibor, dr. Molnár Tamás, dr. Lestár Béla, dr. Fizesi Kristóf és dr. Szendrei Kálmán tartottak szakmai előadásokat, valamint bemutatkozott a Richter Gedeon gyógyszergyártó cég is. Az előadók többféle szempontból közelítették meg a konferencia fő témáját, a vastagbélrákot. Az elmúlt évtizedben ez a betegség szinte népbetegségé vált. A férfiaknál szinte az első, a tüdőrák után, nőknél is az első között szerepel. És exponenciálisan növekedett az utóbbi időben, úgy hazánkban, mint itt a környező országokban. A tanácskozásra a vajdasági résztvevők mellett Magyarországról, Erdélyből, a Felvidékről és Szlovéniából is érkeztek vendégek.